Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a családos alkalmon. Ennek az alkalomnak családépítés is a célja. A gyülekezet építése, a testvéri szeretet, az egymáshoz tartozás, a Krisztus megváltó szeretetének a megélése, és hát jó néhány alkalmat már végigcsináltunk, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy ő az ő áldásával közöttünk van. Az Ezrás könyve a soron következő igénk, amit naponta olvasunk a gyülekezetbe, ugye mindnyájan ugyanazt az igét olvassuk más üzenettel a Szentlélek által. És a héten tudtam, hogy családos alkalom lesz, és amikor ezt az igét olvastam, akkor volt bennem egy olyan belső bizonyosság, hogy az Úr erről akar velünk beszélni, a családfőkről. Az Ezrás könyve 7. rész 28. versét idézném. És aki hozzám fordítá irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt, és én megerősödvén az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó kegyelme által családfőket gyűjték össze Izraelből, hogy feljönnének velem. Mivel közösen olvassuk az igét, az összefüggéseit ismeritek, de legfőképpen ugye ebben a helyzetben, amiben volt Izrael gyülekezete, Izrael népe, nagyon-nagyon nagy szerepet kaptak a családfők. Ezrás már nagyon régóta készült és várt az alkalomra, amikor haza indulhatnak a fogságból, a rabságból. A szíve tele volt Isten iránt hálával azért, hogy elérkezett a hazatérés ideje az Úrtól. Az első teendők a számba vétel volt, hogy összegyűjtse, akik készek arra, hogy megváljanak a megszokott babilóniai környezettől, a pogány életviteltől, az eddigi életkörülményeiktől, és hajlandók hazatérni atyáik földjére. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hiszen nagyon sok értelmes, képzett, akár szakmailag, akár pedig a lelki dolgokban, teológiailag, írástudásba képzett embereket vittek el. A pornépet azt ott hagyták, azt nem vitték rabságra, és maximálisan föl is használta Babilón ezeknek az embereknek a tudását, a tehetségét. És voltak, akik meggazdagodtak, és a családjaik jól értek, és ezeknek nagyon nehéz volt most egy nagyon hosszú utat vállalni, a bizonytalanba menni, a lerombolt várost fölvállalni, ugye Jeruzsálem nem a dicsőségébe volt, a templomot lerombolták, az Isten oltárát lerombolták. Voltak, akik azt mondták, minek mennénk oda? Hát még oltár sincs, ahol áldozzunk. Hát itt sincs oltár, ott sincs oltár. Itt sincs templom, ott sincs templom. Ha akarok, itt is imádkozok. Ugye, minek mennék én? Nagyon nehéz volt összegyűjteni, és az igeolvasás során ezt látjuk is, majd ki is térünk. Minden esetre Ezrás számba vette, és összegyűjtötte azokat, akik készek Izrael jövőjére gondolni, azokat, akiknek fontos, hogy ne a pogányok között éljenek, akiknek fontos, hogy felépüljön Isten népe. És ha elgondolkozunk, nagyon sok minden van, ami a saját életünkre is vonatkozik, hogy vajon mi készek vagyunk-e magunkat és a családunkat megépíteni, alkalmasak vagyunk-e arra, hogy vágyakozzunk a gyülekezeti közösség megépítésére és a velük való együttélésre Isten népével. Tehát számba vette, és a számba vétel első alanyai a papok voltak, ők álltak a névsor elején, hiszen ez egy Isten ígérete által szabadulás volt,
és szükség volt azokra a lelki vezetőkre, akik az Úrhoz tudták a népeket vinni. Maga Esdrás is pap volt, többek között. A fogság éveiben a papok egyre nagyobb szerephez jutottak a gyülekezet életébe, hiszen ők voltak, akik ébren tartották az Úr szeretetét, ők voltak, akik ébren tartották Isten ígéreteit, ők voltak, akik ébren tartották azt, hogy Isten népe vagyunk, és van egy szolgálatunk, hogy a pogányok közt az Isten igéjét megismertessük. Ugye a hazatérés előtt volt egy gyülekezési hely, amiről ír itt az Esdrás könyve, Aháva mellékfolyójának torkolata, ez nem messze volt Bábeltől, tehát úgy körülbelül el tudjuk helyezni, hogy mennyire távol voltak ők az ígéret földjétől. És az előkészületek előtt során megszemléli a tábort Esdrás, és akkor kiderül, hogy egyetlen lévita sem jelentkezett a hazatérésre. Esdrás ezt nagyon érzékenyen érintette, mégpedig azért, mert neki ez volt a legfontosabb, hogy végre a szabadulás útját igénybe vegye Isten népe, és nem volt szolgálattevő. Templomot akarunk építeni, de nincsen szolgálattevő. Szeretnénk, hogy a családunk az Úré legyen, de a családfők nem a lelki szolgálatra adják magukat. Testvérem, megkérdezhetem, bár a végén akartam megkérdezni, családfő vagy-e Isten szerint, vagy kenyérkereső? Mert a kettő között óriási nagy különbség van. És akkor azokból a családfőkből, főemberekből bizottságot állít össze egy Esdrás, és küldi őket arra a feladatra, hogy egy bizonyos helyen lakó léviták és templomszolgák közül némelyeket kell beszéljenek, és vegyék őket rá, hogy hol a helyük, hogy hazatérjenek. Ennek a küldöttségnek a munkája eredményes volt. Olvastuk a hetedik részben, hogy 38 lévita és 220 templomszolga csatlakozott a hazatérőkhöz. Ezek megnyerése nagyon nagy dolog volt, és Esdrás ebben Isten jóságos keze munkáját látja, és a hazainduló menet legkisebb növekedéséért is egy komoly belső hálája van, hiszen sokszor olvasuk, hogy az Istennek rajtam nyugó jó kegyelme szerint, hogy az Úr mi mindent tett. Testvérem, van egy szolgálatunk, ha a családunkból senki sem jár a gyülekezetbe. A gyerekeink is elmaradnak, a társunk is elmarad, a nagyszülők is elmaradnak. De nem akarok névsort mondani, mert hogy vajon neked szolgálatod az, hogy újra helyreállítsd az Istennel, az Isten népével való közösséget. Ezért nem azt mondta, elmegyek egyedül, aztán majd én ott intézkedek. Tudta azt, hogy nem egyedül kell menni, és hogy az áldás akkor van rajtuk, ha a papok, a léviták, a szolgálattevők jelen vannak. Vajon szolgálattevő vagyok-e, és mi a szolgálatom a családban, látom-e, mi a szolgálatom a gyülekezetbe, és mi a szolgálatom a környezetembe, a nem hívő környezetembe. A számbavevés után következtek a családfők, tehát a papok, a léviták, a szolgálattevők és a családfők, mert ők voltak a nemzetségek fejei.
Nagyon kis csapat volt az Ezrással hazaindulók csapata. A hazatérők száma asszonyokkal, gyerekekkel együtt is meg fogtok lepődni, hogy milyen kicsi volt. A 7. rész 9. versében olvasok, 5000 főre tehető. És a gyülekezetben is nagyon nagy munka és szolgálat és erőfeszítés, hogy mindenki meglássa azt, hogy mi az Úr választott népe vagyunk, mint család, mert meghalt értünk a kereszten, mert az életét adta, és mi nem akarunk másképpen élni. Azt is kell tudni, hogy a családfők nélkül nem jutottak volna el Izrael népe a szabadulás földjére, a szabadulás útjára. Nélkülük Ezrás nem tudott volna elindulni. És amit Ezrás tett, az az, hogy a családfőket összegyűjtötte és felkészítette. És kedves férfi testvérek és kedves testvéreim, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a gyülekezet férfiai együtt legyenek, együtt imádkozzanak, hogy összegyűjtessenek, hogy tegyenek azért, hogy az Isten népe egységbe legyen, hogy a családjaink jól érezzék magukat az ígéret földjén, amit Isten nekünk adott, ugye az eklézsiát. És Ezrás megbízásokat is adott, hogy a hiányokat betöltsék. Én úgy gondolom, hogy nélküled sem jut el a családod az Isten országa szerinti boldog, stabil életre. Szomorúan látok hívő gyerekeket, akik depressziósak, pedig egy gyereknek nem kéne rossz hangulatban lenni. Látok gyerekeket, akik apa nélküli családi életet élnek, mert az apa még a családdal van, de nem tölti be a családfői küldetést. Óriási kegyelem volt, ami egész Izrael népének szólt, hogy aki akar, mehet. Lerázhatja a bilincseket, más életmódot vihet, más helyen vihet, élheti a lelki olyan életét, amit szeretne, és erre királyi parancs és engedély volt. De hiába van a kegyelem a királytól, ha az anyagi, ugye az anyagiakat is fölvállalta a király az építéshez, odaadta a templom edényeit, kaptak eszközöket, hogyha nem használjuk őket, amiket az Úr ad. A kegyelemmel kell tudni élni. A kegyelem mindenkié. Éppen most valakivel beszélgettem a héten a szeretetről, hogy milyen távol kerültek a testvérek, pedig szeretjük őket és a szeretet közösségtől. És akkor úgy azt mondtam, hogy igen, szeretni csak azt lehet, aki hagyja magát. Jézus Krisztus minden emberért meghalt a kereszten, de a kegyelem csak azé, aki igénybe veszi, aki hagyja, hogy a Krisztus kegyelme valóság legyen, átjárja az életét. Ha nem engeded, hogy szeressenek, akkor hiába van egy érzelem, nem fogsz tudni ebbe a szeretetbe élni. Hiába volt a kegyelem, amit a pogány király adott, hiába volt az anyagi segítség, hiába volt a szabadság ígérete, akik nem vették igénybe, nem éltek vele, az nem az övék volt. És így van az, amikor nem tesszük oda magunkat a napi áhítatba, hogy a gyerekeinkkel imádkozzunk, hogy ezt szoktam mondani a kedves szülőknek, amikor látom, hogy a gyerekek lelkileg meg vannak akadva, rekedve, és egy kisgyereken is látszik, hogy nincs napi
foglalkozás a lelki dolgokkal, és akkor azt szoktam mondani, egy kisiskolásnak, vagy egy általános iskolás gyereknek nagyon lényeges, hogy lássa az édesapját imádkozni, hogy lássa a szüleit, hogy van lelki életük. És akkor mondja nekem ugye az egyik kedves testvérem, de hát hogy csináljuk, hát rohanunk egyik ekkor, másik akkor, vinni kell a gyerekeket az iskolába, minden. És akkor mondtam, hogy tudod, ezt úgy is lehet, elővesszük a kisigét, elolvassuk. Indulás előtt, tehát nem sok időt vesz igénybe. És az ajtóba, mielőtt kilépünk, mindnyájan imádkozunk. És akkor a gyerek is meglátja, apám is imádkozik, anyám is imádkozik, az Úrral kezdik a napot, Isten igéjével. És akkor, ha beülünk az autóba, még ott is lehet imádkozni. És mire mindenki a munkahelyre ér, van egy kis lelki élete. Ez nem sok idő. Talán 10 percet vesz igénybe. Miért is nincs rá igényünk? Hiába van a kegyelem, és hiába van, hogyha nincs kapcsolatunk a hirdetett igével, mert oda sem megyünk, meg se hallgatjuk. Ha nincs kapcsolatunk a pásztorunkkal, mert úgy gondoljuk, hogy mi megvagyunk, anélkül is nincs rá idő. Hiába van Isten népe, a gyülekezete, ha nincsenek családfők, akik példájukkal buzdítsák a családjukat, és irányt mutatnak az ígéretek beteljesedésére, az ígéret földjére. Nélküled, családfő nélkül, ha nem élsz lelki életet, nem fog előrébb jutni a gyermeked, nem fog eljutni az ígéret földjének áldásába való életre, pedig Isten elkészítette. Tehát kulcs szerepe van a családfőnek, mégpedig arra, hogy mi szabad életet éljük. Nem volt temploma Izrael népének, mert lerombolták, nem volt oltár, mert azt is lerombolták, nem volt áldozás, és ezért a családfőknek kellett betölteni a családukba a léviták és a papi tisztet. Ők tartották éberen az Izrael népi, Isten népe való hitet. Ahogy olvastuk a Bibliát, biztos nektek is szembe tűnt, mert a családfők föl vannak sorolva, és ami nekem feltűnt, hogy egy-egy családfőhöz minimum 150-300-500 ember tartozott, vagyis a rokonság ilyen kibővült volt. Igen, a család főkön múlott, hogy a család kész-e szakítani, hogy a fogságban gyűjtött, Babilóniában megszerzett kincseit, a pogány szokásokat letegye, azoktól elszakadjon, és elmenni a hosszú útra, áldozatot hozni Jeruzsálemért, az élő Isten Jeruzsálemben lévő templomáért, felépíteni az ő oltárt, azt kőfallal körülvenni, mert hogy a családfőkön múlott, hogy megőrizzék az Isten igéjéhez és törvényéhez való hűséget. Körül kellett venni kőfallal a védelem, és a családfő feladata a gyermekeinek a védelme. A világ annyira kegyetlen, és annyira mindenkit be akar szippantani. A mi feladatunk, és erről már talán beszéltem is, egy szülőnek 13-14 év áll rendelkezésére, hogy a gyerekét lelki módon tudja úgy nevelni, mert ugye kicsinek a gyerek hallgat a szülőre, az elsődleges szocializáció az a családban történik, megtanítjuk őket, sok mindenre neveljük őket, a lelki életre,
is, és másra is. Aztán pedig elérkezik, és ez egy természetes folyamat, az önállóság kora, a szülőktől való elidegenedés kora. Ez ha tetszik, ha nem, ha fáj, ha nem fáj, ez elérkezik. A mi életünkben is volt, nyilván emlékeztek a tinédzserkor viharaira és egyebekre. Ha addig, ez alatt a tizenvalahány év alatt nincs időd a gyerekeddel való lelki foglalkozásra, akkor amikor rájössz, hogy nagyon kellene, mert túl rossz útra ment, ugye drogozik, iszik, erkölcstelen életet él, stb. Netán az irányultsága nem a legjobb, akkor már nem tudsz tenni semmit. Nagyon-nagyon fontos a család fő, hogy ne csak kenyérkeresője legyen a családnak, hanem a család fő irányítsa a lelki dolgokat. Az, hogy ma van Izrael állama, tulajdonképpen Esdrás és a vele lévő család fő hűségének, odaszánásának, és mindenképpen Izrael istenéhez való ragaszkodásának a következménye is, hogy a népek süllyesztőjében nem vesztek el, és ha azt akarod, hogy a családod ne vesszen el a népek süllyesztőjébe, a hitetlen világba, akkor neked családfőnek kell lenni. Köszönöm szépen!